Hello mindenki, én Kerberus vagyok, ez pedig az Empires and Puzzles második magyar nyelvű videója. Hát a napokban, egészen pontosan tegnap jött ki az 1.12-es verzió, ami jó pár változtatást tartalmazott, mint például, itt láthatjátok, hogy az 1.12-es verzióról beszélek, mint például bevezették a loot ticketet, ami egészen pontosan megtalálható flaskák mellett. Loot ticket, hát magyarra fordítva nevezzük zsákmányjegynek, és a leírás alapján azt a célt szolgálja, hogy egy már kivitt szintet újra tudj zsákmányolni, ergo anélkül, hogy újra kivinnéd az adott játékszintet, be tudod gyűjteni a hozzá tartozó zsákmányt. Na most ez így elméletben működik, de még én sem próbáltam, úgyhogy most megnézzük a gyakorlatban. Logikusan következik, hogy hát a 23/9-es pályát fogom végigtolni, ugyanis azt tartalmazza a leggazdagabb lootot, a leggazdagabb zsákmányt. Hopp, de előtte épp befejeződött a 20-as tréningem. Nézzük, hát ha szerencsét hoztok és egy jó kis 5 csillagos hőst. Nem kapunk 5 csillagos hőst. Tájrum. Semmi gond. Jön új nap. Merlint úgyis leveleljük nagyban. Meg is van a mai ebédje. Rendben, szóval. Na nézzük ezt a loot ticketet, hogyan is működik. Egyébként 38 perc múlva indul a Kalóz event, amit majd szintén rögzítek és feltöltök nektek. És a tegnapi videóban említettük a Shrike Woodot, amit kíváncsi voltam, hogy mégis mit jelent az a Shrike, mert ezzel nem voltam tisztában, hát megnéztem, és gébicset jelent, úgyhogy Shrike Wood, gébics erdő, szép magyarul. No, nézzük. Uh, 23/9. Hogyha sokszor van ilyen vita, illetve elmélkedés, hogy melyik szintet, melyik pályát éri meg legjobban farmolni, hát nyilván attól függ, hogy kinek mi a célja. Ez a pálya nem könnyű, 3500-3600-as team power-t, azaz erősséget javasolnak hozzá. Hát látjátok, hogy ez a felállás 3616-os nálam. Ugyanakkor megesett, hogy annyira rossz táblát kapok, hogy szükségem van eltolni egy-két tárgyat, egy-két battle itemet. Megnézzük, hogy most mi a helyzet. Leginkább megéri Boltask skilljére játszani, ugyanis ad nekünk akkor a buffot és hát magát a healt. Hogyha őt el tudjuk lőni, akkor már nagy baj nem lehet. Úgyhogy most megpróbálom úgy alakítani a történteket, hogy minél előbb el tudjam őt lőni. És ha minden igaz, akkor ezzel a húzással már igen, bevethető. Jó. Ha minden jól megy, akkor ettől a ponttól már nem lesz szükség battle item használatára, hiszen beindul a szekér. Ez az. Ugye kezdő játékosoknak mondok egy pár információt, ami nagy segítségül szolgálhat. Idővel tapasztaltam ki jól magam is, hogy amennyiben már nem él egy ellenfél, és te oda lövöd az egyes, hát minek nevezik ezt ugye angolul Tile of Champions-nek, ezeket az egyes mozaikokat, akkor duplának fognak számítani. Ez azt jelenti, hogyha én ezt a baloldali, illetve jobboldali pirosat elhúzom balra, akkor ami nem csapódott be ellenfélbe, az duplán számít, dupla olyan gyorsan tölti a hőseinknek a manáját. Ugyancsak egy nagyon hasznos
trükk és tipp, hogy ha egy nehezebb pályát visztek, vagy esetleg majd, ahogy az eventet is csinálni fogom, látni fogjátok, nyilván az utolsó pályák előtt úgy megyünk be, hogy az összes hősünk lehetőleg tüzelésre készen álljon. Ebben az esetben jelentősen megkönnyítjük magunknak a dolgát, mint hogyha az utolsó boss leveles pályán, mint ahogy én most is csinálom, szeretném összeszedni a megfelelő mana mennyiséget, hogy tüzelhessek. Még nem is lövöm el Wukongot, ugyanis el szeretném lőni Zelint, hogy biztosan betaláljon, és akkor mostantól játszon a majom. Ezt a pályát egyébként azért is ajánlják, vagy hát azért is jó dolog farmolni, mivel ugye a boss, az ellenfél hős, hát az csak egy nagy ork, amiből következik, hogy sokkal könnyebben fókuszálható. És láthatjátok, mivel hogy nem úgy jöttem be az utolsó pályára, hogy már fel voltam töltekezve, ezért sokkal nyögvenyelősebb is a sztori. És még simán kilövi Tiburtus Iszárniát, nem szerencsére Boltaszkot lőtte, aki pedig elég szívós ahhoz, hogy ezt túlélje. Így, mi? Lassan. Oké, meg is halt. Megnézzük, hogy mi a zsákmány. Hát, ez most nem egy kiemelkedően nagyszerű zsákmány. A backpack mindig jó nyilván. A hátizsák a vas szintúgy. Nem, hát ez most nem volt az igazi. Semmi gond. No, és akkor lássuk, hogy hogyan is működik ez a loot ticket. Elvileg, ha én ide rákattintok. Nem jelenik meg, hogy újra játszható lenne. Akkor nézzük meg itt. Hát itt csak közli velünk, hogy hol tudok szert tenni rájuk. Ugye ez az érdekes, hogy itt a leírás azt mondja, felhasználható újra adott sztori vonalban kivitt pálya újrajátszásához. Hát ez rendben van, de hogyan? Aha, itt van autóin, igen, már reggel, ezt láttam valahol. No szóval, nézzük csak meg, mi történik. Ugye egy darabban rendelkezem, szóval itt meg is lehetne adni, hogy plusz-mínusz. Nyilván a zászlókat magával viszi, illetve nyilván, hát ez nem volt nyilvánvaló. Hát igen, ez sajnálatos, mivel így megkérdőjelezendő, hogy mennyire éri meg ezt a 23x9-es pályát autolútolni. Mindegy, most rányomunk, és mint láthatjátok, ez már egy jobb loot, mint az előző. Ugyanúgy megkapom a hozzátartozó XP-t, sonkát, vasat és a recruitokat is. Kaptam metal ore-t, fém darabkákat, aminek nagyon örülök, ugyanis a nagy durranásomhoz az nagyon nagy szükségem van rájuk. És egy level 2-es karaktert, amit mindjárt meg is etetek Zelinnel. Nézzük csak, 75-ös szinten van, majdnem 80. Nagyon jó, nagyon jó. És az ászlóim száma jelen pillanatban 18 a 33-ból. Hát, akkor az eventhez szükség lesz jó pár zászlóra, de ez újra töltekezik. És amint ez megtörtént, és elindult maga az event, akkor újra jelentkezem, és megnézzük, hogy hogyan is zajlik egy ilyen event. Addig is, sziasztok!